A nők nem tudnak autót vezetni. Ügyetlenek, bizonytalanok, nem nekik való. Ismerős? Jaj, anyut, a húgomat, a feleségemet mindig nekem kell elvinni a piacra, bevásárolni. Ez is ismerős? Ma nem azért vagyunk itt, hogy az előítéletekről beszéljünk. Ma a világ egyik legnormálisabb jelenségéről fogunk beszélni. Erzsébet, megkérem, hogy mutatkozzon be. Sarávanya Szalma Erzsébet vagyok, Szabadkán élek, és gépjárművezető oktató vagyok a Joker Autóiskolában. Tehát személyautó, illetve hát ugye, ahogy így mondanánk a köznyelve, B-kategóriás instruktor. Annak idején, amikor pályaválasztásra került sor, azért én még úgy nevezem magunkat, hogy ilyen múlt századbeli generáció, ugye még a 8 általános iskola után 9-10-be mentünk, ami hát ugye tudjuk, hogy egy ideig funkcionált, akkor aztán azt úgy kitették a tantervből, és ugye 10. után jött a pályaválasztás. Gondolkodtam, amíg ugye szedigettem a gondolataimat az interjú kapcsán, hogy mi volt az a kiváltó, hogy sohasem nem ültem le, és akkor nem gondolkodtam azon, hogy én annak idején miért iratkoztam közúti közlekedési technikusnak, és hát még ma is 30 néhány év távlatából nem tudok erre semmilyen konkrét okot mondani. Én azt mondanám, hogy ez úgy mindig benne volt a levegőbe. Tehát már nagy lányocska koromban is a falon ilyen valami tuningolt autóplakátja volt és ilyesmi, tehát mindig inkább érdeklődtem az ilyen műszaki dolgok iránt, mint a úgymond beskatujázott női foglalkozások iránt, ugye szakács, cukrász, ami hát ugye kiderült, hogy azért azok sem nem skatujázott női foglalkozások, mert ugye a legnagyobb mesterei ezeknek a szakmáknak viszont férfiak. Tehát nem volt kérdés, ugye amikor beiratkoztam, tehát nem olyan választás esett, hogy ez van, hanem céllal iratkoztam közlekedési szakra, amit ugye el is végeztem, közlekedési technikus, harmadfokon ugye C-kategóriás automechanikus és sofőr, és hát utána ugye jött az a kicsit áldastalan helyzet az országba, háborúk és így tovább. Hát ami az elhelyezkedést a szakmába illeti, őszintén nem sikeredett, tehát nem tudtam a szakmába elhelyezkedni, ugye nagy cégek megszűntek, privatizálták és így tovább. Kiderült, hogy ugye a képesítésemmel, tehát kamionsofőr, esetleg autóbussofőr, ugye nem igazán tudtam elhelyezkedni, akkor ezt egy kicsit úgy félretettem. Tehát a kedv és a szenvedély az azért soha nem szűnt meg, de mindenféle mással foglalkoztam. Tehát a legegyszerűbb ugye eladói, kereskedői munkától a marketing munkáig, tehát ami jött, úgy oda-oda paslogva néha a lehetőségekre a szakmába, de úgy igazából nem nagyon jött szembe semmi sem. 2006-ban akkor egy ilyen már régebb óta dédelgetett ötlet által elhatároztam, hogy akkor elvégzem a specializációt, tehát az 5. fokozatot, és megcsinálom az oktatói engedélyt, ugye, az instruktori engedélyt. 2006-ban, ugye 2006-2007 iskola évben én ezt el is végeztem, tele hatalmas lendülettel, hogy akkor most el fogok helyezkedni, és hát akkor itt megint jött egy olyan egy kicsit csalódás. Tehát amikor annak idején a közlekedést, ugye közlekedési szakra beiratkoztam, akkor még az egyensúly, tehát így az osztályokban, a tagozatokban, ami a fiúkat és a lányokat illeti, akkor az úgy nézett ki, hogy ilyen 24 fiú volt az osztályban, és mindössze mi 3-an lányok. Tehát ilyen igazi kakuktojásoknak számítottunk, már még akkor.
Amikor az instruktorit csináltam, tehát az 5. fokozatot, amikor elvégeztem, akkor szintén a tagozatban magam voltam nő. És miután ugye szerettem volna munkát találni az elvégzett ugye fokozatommal és a nagy-nagy kedvemmel, akkor ugye megint belefutottam abba, hogy nem biztos, hogy szeretnének engem, mint nőt alkalmazni. Tehát ez lehet, hogy ilyen furán hangzik, vagy inkább ilyen kicsit ilyen szelektíven, nem is tudom, milyen kifejezést használjak arra, ugye, hogy azonos esélyekkel, tehát azonos képesítéssel egy nő és egy férfi, akkor a férfi lesz az, aki az esélyt megkapja, és nem a nő. Nem is jött egy ilyen negatív válasz, hanem csak egy ilyen ignorálás volt? Igen, talán inkább igen. Igen, de azért az tehát azt mondanám, hogy azért ebbe az utolsó 10-15 évben azért változott a világ. Tehát változtak a szemléletek, és egészen szerintem másképp állnak már ehhez a nő-férfi dologhoz. Tudod, lesznek személyek, akiknek a fejében soha nem fog változni. Tehát az lekönyvelte, hogy nő az ilyet ne csináljon, és ennyi. Néhány kopogtatás után, akkor 2006-ban ugye megint úgymond jegeltem a témát, tehát soha nem fordultam el tőle teljesen, de hát az élet az ugye kéri a maga kötelezettségeit, tehát annyit lehet tudni, hogy egyedülálló anya vagyok, már 98 óta ugye, van egy 97-es fiam, ő 1 éves volt, amikor elváltunk, és hát egyedül neveltem, most már 26 éves, úgyhogy most már nem kicsi, egyedül neveltem, és hát ugye egyedülálló anya létemre nem engedhettem még magamnak soha azt a luxus, mint hát ugye hiszem sokan mások, hogy ugye akár válogathatok a munkákba, vagy akár ugye valamit várhatok, és közben nem csinálok semmi mást. Tehát csináltam, ami jött. Mondom, a pékség, az üzlet, mindenféle, bármi, amiért ugye fizetést kaptam. És amint mondtam, elmúltak az évek, de valahogy úgy sohasem nem tudtam arról lemondani, hogy majd egyszer én még mint oktató fogok dolgozni. 2019-ben, akkor megint egyet gondoltam, mert ugye addigra már bőven lejárt az eredetileg szerzett oktatói engedélyem, gondoltam egyet, és meghosszabbítottam. Igen, előkotortam, és meghosszabbítottam, és mondom, most vagy soha. Tehát úgy gondoltam, hogy ha most nem tudok valahol, tehát akkor ott 2019-2020 tájékán nem tudok valahol elhelyezkedni, akkor feladom. Tehát sejtettem, hogy az a tudás, amit én ugye birtoklok, szerezve annak idején az iskolába, az nagyon-nagyon soványka és vékonyka és kevés, tehát itt azért még öles anyagot meg kell tanulni. És úgy gondoltam, hogy talán most még azért menne, de hogy az évek elmúlnak az embernek, ugye alábbhagy a lelkesedése, a kedve és a képessége arra, hogy új ismereteket szerezzen, és hogy új dolgokat tanuljon. Tudom, hogy ez a mai kor kívánalma és a mai kor úgymond mottója, hogy tanulunk, amíg élünk, de azért van ott az a csúcs, ahol az ember elér, és utána már azért nehezebb. Tehát meg hosszabbítottam az engedélyemet, és megint jött az, hogy nagy lelkesedés, nagy izgalom, és akkor várom. És akkor megtörtént az oly régen várt csoda. Én még most is ilyen csodának tekintem. 2020-ban megnyílt a Joker autóiskola, és egy kedves
hajdani iskolatársam, aki most ugye kedves kollégám, aki már ugye kezdett itt, illetve dolgozott, illetve hát úgymond a kezdőcsapatban volt, beajánlott engem a tulajdonosoknak, hogy van neki egy nagyon kedves barátja, és hát nagyon szeretnék dolgozni, és hogy vegyenek föl. És kaptam egy esélyt. Ez 3 évvel ezelőtt, most már így kerek 3 éve, ugye, amióta a Joker Autóiskola működik, és kaptam egy esélyt. És hát ugye mondanom se kell, hogy nagyon-nagyon boldog voltam, nagyon-nagyon lelkes és tele ambíciókkal, ami a mai napig nem hanyatlott. Sőt, úgy mondjam, hogy mindig fejlődik. Köszönheti az, hogy így szinten tudta tartani a motivációját majdnem 20 éven át. Ez most úgy érzi, hogy most így kijött mindaz, ami eddig bent maradt? Vagy? Igen, igen. Abban a pillanatban, amikor én megtudtam, hogy fölvesznek az iskolába, valami határtalan boldogságot éreztem. Igen, egy régi-régi vágyam vált valóra, hogy mondtam neked, soha nem volt kérdés az, hogy közlekedés. Jó, közlekedés, és akkor utána pedig, ahogy azért úgy gondolkodtam, hogy mit is tudnák én ebbe a szakmába azért csinálni, és akkor jött az, hogy oktatni, és mindig olyan vágyakozó pillantásokat vetettem a kollégákat, tudod, amikor látod, nem tudom, egy bol pultjánál, hogy akkor megy az autóiskola, és akkor az nekem mindig olyan, az enyém volt, egy olyan vágy, igen, igen. Amikor ugye első alkalommal a főnökkel beszélgettem, és akkor megkérdezett, hogy esetleg ugye dolgoznék-e, és akkor fölhívta rá figyelmemet, hogy ez egy nagyon specifikus munka, amiben nagyon igaza volt. Mivel ők ugye már hosszú-hosszú évek tapasztalata van mögöttük, és hát nekem, mint ugye jövőbeli instruktornak, tehát az volt az első dolga, hogy azért, hogy átgondoltam-e, hogy ezt a specifikus munkát, és igen, tényleg nagyon specifikus. Tehát mindenek előtt ugye rendelkeznie kell tudással, tapasztalattal. Ugye a tapasztalat az sok év munkájának a rétegeződése. Jó és rossz döntések sorozata, ugye tudjuk. Tudás, mondom, ami a tudást illeti, a kollégáktól tud az ember táplálkozni, tehát legyenek a hátam mögött olyan kollégák, akikhez bármikor tudok bizalommal fordulni. Tehát tudás. Türelem. Ez inkább egy hivatás, egy életforma, egy mindenképpen különleges és a maga nemébe páratlan foglalkozás. Egy kicsit hasonlít ahhoz, amikor a szobrász kap egy alaktalan követ, és alkot belőle egy csodálatos szobrot. Tehát jön egy emberke, egy tanuló, aki az életében ugye kormánykereket a kezébe se nem fogott. Vannak olyanok is, ami semmiféle hátrányt nem jelent, és miután ugye lehajtjuk vele a megfelelő órákat, a szükséges órákat, ugye, mire vége van a tanfolyamnak, és levizsgázik, akkor válik belőle egy felelősségteljes, magabiztos vezető, aki holnap ugye a közlekedésbe sem magára, sem másokra nem lesz veszélyes. És ez egy csodálatos dolog. Az eleje, legalábbis ugye a tanfolyamnak és az óráknak
nehezebben szokott menni, tehát azért olyan kicsit izzasztóbbak. Szintén szoktam erről beszélni a tanulókkal, tehát igyekszik arra fölkészíteni őket, hogy ne lepődjönek meg azon. És el szoktam mondani, hogy a 20. óráig körülbelül a tanfolyam feléig nehezedre fog esni. Ahogy mondtad, igen, tehát a vezetési technikát elsajátítani elsősorban. Ami ugye, amikor már a műveletek automatizálódnak, amikor már olyan rutinosak vagyunk, akkor az már gyerekjáték, és magunk is elcsodálkozunk, hogy hát hogy ez nem ment az elejébe. Egy kicsit én szoktam hasonlítani a bicikli hajtáshoz, ugye, amikor ugye az ember kis gyerekkorában biciklit tanul hajtani, akkor ugye el is esik, föl is kell, és így tovább minden van. És amikor már egyszer megtanulod, akkor azt már utána mindig fogod tudni csinálni. Tehát maga a vezetési technika, és akkor itt van ugye a hozzá társuló közlekedési helyzet. Elég sok részvevő itt, aki ugye nem igazán tartja be a szabályokat. Tehát nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelni, a mások hibáit korrigálni. Ugye a végcél és a végpont mindenképpen a baleset elkerülése és az ember élet megőrzése, ugye? Nagyon sokan ezt ilyen könnyedén veszik, tehát nem szeretnék senkit se így, ugye, hogy ebben megtalálja magát, de ami magát a közlekedési helyzetét illeti, zsúfoltak az utaink, az embereink türelmetlenek, és akkor mondom, jön ide még egy nagy hányada a közlekedés részvevőinek, aki ugye nem edukált, tehát a kerékpárosok, a gyalogosok, akiknek jó esetben föltételezhetjük azt is, hogy nincs tehát a közlekedés biztonság alapszabályról éppen olyan nagy tudásuk. Tanulók, amikor ugye leteszik az elméleti vizsgát, ők ismerik a közlekedés biztonság szabályait. De viszont azt az elméleti tudást gyakorlatba átvinni, na az szokott lenni, talán az a legnehezebb lépcső, amit meglépnek. Tehát megérteni azt, hogy amikor úgymond élésbe vezetünk, akkor nincsen idő gondolkodni. Nincsen idő gondolkodni, reagálni kell, és helyesen kell reagálni, mert egy rossz reakció, azt tudjuk, hogy lehet végzetés is. Tehát ez az a dolog, ami azt mondanám, hogy a tanulóknál az a legmagasabb lépcső, amin úgy át kell nekik lépni, és amikor az megvan, és ez úgy mind lemegy körülbelül a tanfolyam feléig. Tehát így általánosítsuk a dolgot, tudod, mindig vannak kivételek, de körülbelül ugye ez az általános szabály. Tehát ugye, amíg ők el nem érnek egy olyan szintre, addig ugye természetesen türelemmel kell irántuk viseltetni, mert hát ugye egy feszült, egy ideges légkörbe elég kicsi az esélye annak, hogy az ember ugye bármit megtanul, és hát ugye, hogy abszolút kellemesen és kényelmesen érezze magát, pedig hát az lenne a cél, mert ugye bármi mást veszünk példának, hát nem tudjuk jól elvégezni, hogyha az ember azt úgy nem érzi komfortosnak, és nem érzi magának. Tehát ezt a periódust, amikor áthidalják, és már úgymond egy olyan haladóbb szintre jutnak, akkor már azért az egész könnyebben megy, és akkor itt azért nagyon-nagyon meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy hogyan viszonyulunk a tanulóhoz, mert azért ugye vannak elvárások. Tehát az úgymond túllazasság, az nem fog eredményezni sikert. Nem árt, hogyha az oktató rendelkezik egy kis pszichológiai érzékkel is. Tehát ugye az előbb egy kicsit ilyen megmunkálatlan kőhöz hasonlítottam a tanulót, jön az első órára, és akkor tudod, ismerkedünk, és hát attól függ, hogy előtte milyen történeteket hallott az oktatóról, és így tovább, tehát már általában egy ilyen kis olyan
előgondolatokkal jön, és az oktató dolga pedig az mellett, hogy ugye megtanítsa a tanulót vezetni, az mellett, hogy ugye vigyázzunk, hogy a vezetés alatt egész úton ne történjen semmi se, és az mellett, hogy mégis szeretessük a tanulóval a vezetést, ugye? Hát itt egy kicsit úgymond ilyen pszichológusnak is kell lenni, hogy úgy közel kerüljünk a tanulóhoz. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy a tanuló ugye bízzon bennünk, mert onnan kezdve, hogy bízik, akkor ugye követi az instrukciókat is, követi a tanácsokat, és így tovább. Tehát ez ilyen így építgetjük a tanulót, és mondom, hogy az egy csodálatos érzés, amikor ugye jönnek vizsgázni, és levizsgáznak, és ők is boldogok, és mi is. Mondanám, hogy ez egy ilyen fiús és lányos szakma. Én egyáltalán nem tartom magamat úgymond különösnek, tehát az én szemszögemből nem semmi különös az, hogy én nő létemre ezt a munkát végzem. Ez nekem teljesen természetes. És azt mondom, hogy tudom végezni, tehát a legjobb tudásom, akaratom és ugye a kollégák segítségével, ahogy mondtam, hát állandóan fejleszteni magad, de egyáltalán, ahogy mondom, nem tartom azt én magamat valamilyen különcnek, hogy ezt a munkát végzem. Szerintem ez normális, és én nekem egy kicsit az a furcsa, hogy miért nem vagyunk többen nők. Van-e olyan érzése, hogy esetleg tanulók, akik lányok vagy nők, hogy bizonytalanabbak, mint a fiúk. Olyan szempontból, hogy ez az egész kultúra, amelyikben jelen van ez az előítélet, esetleg kihat már mielőtt elkezdték volna az iskolát arra, hogy ülnek be először. Hát ami a fiatalabb populációt illeti, az abszolút nem. Tehát egyáltalán nem. Ami a picit úgymond már idősebb, nem tudom ez a kifejezés, tehát aki nem 10 éves korában, ugye, hanem egy picit ugye később jön vizsgázni, hát nem inkább az előítélet miatt, hanem azokba egy kis lelket kell önteni, egy kicsit bátorítani kell, mert hát azért úgy reálisan gondolkodnak arról, hogy hát nem én már egy kicsit elkéstem. Egyáltalán nem késő sohasem, hogy az ember ugye új tapasztalatokat szerezzen, nem késő megtanulni se. Van, akinek egy kicsit több kell, van, akinek egy kicsit kevesebb, de majd előbb-utóbb mindenképpen az a cél, hogy megtanuljunk, tehát egy kicsit támogatni kell őket, de nem, hát ezt az okokat annak nevezném, hogy előítéletek miatt, hanem talán egy kicsit, hogy nem egy picit késtek el. Vannak nagyon ügyes lányok, asszonykák, vannak kevésbé ügyes fiúk, férfiak, de azért a végén mindenki elsajátítja. Van-e esetleg tanácsa azoknak a nőknek, akik valami miatt bizonytalanok, nem mernek autóba ülni, illetve megvolt már a vizsga, viszont nem mernek vezetni? Hát ezeknek a nőknek mindenképpen azt ajánlom, hogy olyan, hogy nem nekik való, olyan nincsen, ez mindenkinek való. Tehát ezt az autóvezetést és a forgalomban való részvételt, amit én azért két külön dolognak tartom, és a két dolog fúziója az az igazi. Tudod vezetni ott, ahol nincsen senki, szinte mindenki tud. Egy másik dolog a forgalomban részt venni, felelősség teljesen a forgalomban részt venni, tehát azoknak azt üzenem, hogy ez mindenkinek való. Tehát erre mindenki alkalmas, hogy elsajátítsa. A 40 óra, ugye, amit a törvény előlát, az a törvény által előlátott minimum. Tehát vannak tanulók, ugye beszéltünk az előbb a magunkba csörgedező tehetségről,
a tanulóknak egy része van, aki azt tényleg úgy elsajátítja, hogy akár már a 30. óra után, ha kimenne vizsgázni, nagy eséllyel vizsgázna. Vannak olyan tanulók, akinek nem elég a 40 óra, tehát nem kell ezért meghökkenni. Egyáltalán a cél az, hogy mindenki megtanulja, és utána ugye biztonságosan tudjon közlekedni. Tehát mindenkinek való. És hajrá! Lehet, hogy ma vagy holnap még nem érzem rá szükségét, mert hát nem tudom, elmegyek taxival, elvisz a férjem, elvisz a fiam, elvisz az apám. De lehet, hogy holnap majd erre szükség lesz. Igen, számos esetben történik az is meg, hogy valamikor annó 10-15-20 évvel ezelőtt az illető ugye levizsgázott, és hát volt az, hogy olyan nagyon nem is érdeklődött a vezetés után, vagy nem volt módja rá, tehát bármilyen oknál fogva kimaradt egy 10-15 év, hogy ő volánnál nem ült. És megváltoztak a körülmények. De hát most szükség van rá, megint azt mondom, hogy valamilyen oknál fogva, hogy vezessen. És akkor ott vagyunk, hogy nagyon jó, van egy engedélyünk, van egy autónk, és nem merünk vezetni. Az ilyen tanulóknak ajánlom, hogy akkor keressenek fel egy oktatót, és egy néhány órát úgymond hajtsanak le vele. Tehát egy olyan járműben, ahol ugye vannak dupla pedálok, ugye, hogy az oktató esetleg tudjon fékezni veszély esetén vagy valami, az egy óriási biztonságérzetet ad az olyan tanulónak is, akinek már ugye van engedélye, de nincsen tapasztalata, illetve én nekik azt szoktam mondani, és az általában ki is szokott derülni, hogy többet tudsz, mint amit magadról el tudsz hinni, mert tudod, beszéltünk, hogy ez azért általában olyan dolog, mint a bicikli hajtás, hogy azért azt nem felejti el az ember olyan könnyen, csak egy pici önbizalom támogatásra van szükség, és egy picit le kell porolni azokat a régi dolgokat, úgymond egy kicsit visszajönni a játékba, tehát nyugodtan egy ugye olyan valaki mellett, aki esetleg ugye tud tanácsot adni, akinek esetleg van hozzá szakmai tudása és türelme, hogy bizonyos dolgokat ugye így visszaállítson üzembe, ugye a fejekbe, és hát ugye arra a biztonságérzetre, hogy nem történhet semmi, mert akkor majd fékez az instruktor, tehát abból is ugye tanulunk mindig, amire fölkapjuk a fejünket, akkor az úgy megmarad. Személy szerint igen nagy megkülönböztetésben volt részem, amikor én elkezdtem vezetni, és még egy picit lassú voltam, főleg a közlekedésben résztvevő férfiak részéről, hogy úgy mondjam. Ezeken a dolgokon hogy lehet átlendülni? Ezt én is személyesen tapasztaltam, tehát mint oktató, és igen, ez amit mondasz, hogy látják, hogy autóiskola, tehát már eleve ugye kiborító akadály vagyunk az úton, beszéltem erről, minket a közlekedés többi résztvevőinek egy elég nagy hányada így lát. Ugye, vannak, akik nem így látnak, és amikor még meglátják, hogy női oktató, nekem is volt ilyen személyes tapasztalatom, amikor ugye a különféle jelzőkkel, és hát így illette talán nem a személyemet, hanem ugye ezt az egész szituációt, nem szoktam rá különösebben. Tehát egyáltalán abszolút hidegén hagy, és ezt szoktam tanácsolni a tanulóimnak is, hogy nem kell vele foglalkozni. Nyomja a dudát, mert van neki meg, tehát én majd megunja és nem nyomja tovább. Tehát mindenképpen arra akarom őket tanítani, hogy ez úgy pattogjon le róluk. Tehát te csináld a tiédet, tartsd be a szabályokat, figyelj mindent körbe, és neked az a nyerő. Ami mondom a kollégákat illeti, semmiféle ilyen intrikában nem volt részem nőlétemre, viszont igen, ami a közlekedés többi részevőit illeti, hát az ilyen érdekes, de azért szerintem már megszoktak a városba, úgyhogy.